Mint a mögöttem látható határátkelő hely is mutatja, ma hétfőn nincs tömeg. Ennek ellenére az illetékesek elmondták, a hétvégén nagyon nagy számban érkeztek ide a hazalátogató vendégmunkások és a nyaralni vágyók. A háromnapos hétvégi időszakban Röszkénél 155 ezer, Tompánál csaknem 55 ezer utast és 18 ezer személygépkocsit léptettek át. Ezek voltak az idei nyár legforgalmasabb napjai. A szembejövő sávokból kettőt is megnyitottak a gyorsabb átléptetés érdekében. A határrendész kollégáink tényleg mindent megtesznek a zavartalan utasforgalom érdekében. Képesek vagyunk néhány perc alatt a ki, illetve belépő forgalom nagyságához igazodva a rendelkezésre álló 4-4 forgalmi sávot a kialakult helyzetnek megfelelően maximálisan kihasználni. Emellett kiemelném azt is, hogy kiváló az együttműködésünk a szerb hatóságokkal, folyamatos az információcsere, a közös helyzetértékelés, és mindent megteszünk a zavartalan átléptetés érdekében. A kis határátkelőkön a rövidebb munkaidő miatt kialakulhatnak nézeteltérések a határrendőrök és utazók között. Az illetékesek arra kérik az útraindulókat, igyekezzenek tiszteletben tartani a kis határátkelők munkaidejét. Kisebb határátkelő helyek, itt a megyében például az ásotthalmi, a röszkei közúti határátkelőhely, illetve a tiszaszigeti határátkelőhely is reggel 7 órától este 19 óráig tart nyitva. Tehát szeretném kérni az utasokat, hogy úgy induljanak el, hogy ebbe az időszakba érjenek oda, és azt is szeretném kérni, hogy kalkulálják be, hogyha esetlegesen várakozások alakulnak ki ezeken a határátkelő helyeken, akkor már nem biztos, hogy oda fognak érni a tartási időben. Lehetséges a nyitvatartási idő esetleges kitolása, mondta a szóvivő, azonban erről még nem kaptak hivatalos tájékoztatást. Hétköznapokon jelentősen lecsökken a forgalom a szerb-magyar határszakaszon. Aki teheti, használja ki az alkalmat, hétvégén pedig a kis határátlépőket használja.